Vannak azok az időszakok, amikor az ember csak egy kicsikét vissza szeretne venni, semmi pörgés, csak nyugi, a belső gondolataira koncentrálni, de... Egy kis idő eltelt, de gondoltam, hogy elmondom, hogy miről fog szólni ez a heti vlog. Pont egy éve kezdtem el a villámkérdéseket, és itt a szigeten kezdtem el, de nem csak a villámkérdéseket, hanem amúgy magyarul vlogolni is, hiszen előtte csak angolul toltam, és ez volt az első, annyira durva, hogy eltelt már egy év, és az első villámkérdések vendégem Gerendai Károly volt. És idén gondolkoztam, hogy nyilván már ugye csináltunk interjút, remélem majd a jövőben is fogunk, de most ezt így nem nagyon gondoltam, hogy egy év után ismételjük meg, viszont a szigetet nagyon szerettem volna egy olyan szemszögből bemutatni, hogy ki miért jön ki, de nem csak embereket, illetve nem embereket kérdeznék feltétlen, hanem különböző cégek, márkák vagy helyszínek, hogy miért történnek, miért vannak különböző aktivitások, és ez a heti vlog a szigetes élményeimről és néhány szerintem cool helyjel való beszélgetésről fog szólni. Kezdjük el, menjünk. Most Kygo koncert van, úgyhogy... Sziget körül. Szokták mondani, hogy a VIP-ek országa vagyunk, és egy nagy színpados koncert után tényleg mindenki özönlik be a VIP-be, alig lehet bemenni, de akkor ez miért is VIP? Én sokkal inkább szeparénak szeretném nevezni, ami néhány dolog miatt jó. Egyrészt, hogyha van olyan karszallagod, akkor amikor jutsz be a szigetre, mondjuk a K-hídon jössz, akkor nem kell a alapsávba menned, hanem van egy ilyen külön kis rész, ahol általában nincsen sor, és könnyen be lehet jutni. Aztán ott van a mosdó szituáció, ami eléggé el tud fajulni a szigeten, szerencsére ez viszonylag kulturáltabb ezen az elszeparált részen. Plusz, hogyha elfáradtál, le tudsz ülni, és itt jön be a harmadik és negyedik rész, hogy sok ismerőssel lehet találkozni, talán ez a leginkább, ami a különlegessége ennek a kis elszeparált résznek, valamint a kaják, nagyon jó kaják, meg kitelepülések vannak, és idén van egy új jelenség, a Society, őket is megkérdezem, miért vannak itt, mi lesz ebből, és a belvárosban valami nagyon cool dolgot csinálnak. Itt vagyunk a Society-nek a kis kitelepülése előtt, és Tőke Ildikóval vagyok, aki a kommunikációs vezető. Ildikó, miért jöttetek ki a szigetre, ez miért jó? Hát igazából az egész onnan indult, hogy a Society Budapest az idején fogja megnyitni a kapuit, és arra gondoltunk, hogy ez októberben fog megvalósulni, hogy mi lesz az előtte az a nagy esemény, ahol mondjuk elsőként meg tudjuk csinálni a kommunikációs kampányunknak a felütését. 3500 négyzetméteres ház a Sas utca 15-ben, és ez egy olyan unikális komplexuma lesz Budapestnek, amiben egyszerre fogják megtalálni ezek a típusú emberek a szórakozási lehetőségüket, mind divat, mind gasztronómia, mint művészetek, illetve üzleti szempontból rendezvények területén is, illetve bérelhető irodáink is vannak két emeleten, valamint egy elég komoly membership programmal is készülünk, aminek itt van az első lehetősége, hogy az emberek feliratkozzanak. Uh-huh. Ez pedig azzal... Ha lehetek én is member? Így van, így jó, van, fel is fogunk téged iratni. Ahhoz annyi kell csinálni, hogy a nevedet és a minimum az e-mail címedet megadod nekünk. Az, hogy a szigeten vlogolhatok, a haver vagynak, Kéri Csabinak köszönhetem, ugyanis pont egy éve ő mutatott be Gerendai Károlynak, akivel elindult az egész villámkérdések is. Idén úgy gondoltam, hogy nem vele szeretnék interjút csinálni, hanem másokkal, de ugyanúgy elmentem a szokásos, most már hiszem 10. éve rendezte meg Csabi a sziget előtti haver vagyos beszélgetést, ahol idén Gerendai Károly és Kádár Tamás, a szigetnek az ügyvezetője meséltek a sziget sztoriról, illetve hogy hol tart és hova fog fejlődni. Van egy rész, amit ebből be fogok vágni nektek, ugyanis feltettem azt a kérdést, hogy ha valaki vállalkozóként szeretne kijönni, hotdogot árulni, egy fröccsös standot csinálni, bármit, hogy van rá lehetősége, megéri-e, mit kell tenni? Nézzétek meg! Ha valaki most szeretne vállalkozni a szigeten, akár hotdogot árulni, akár egy borospultnál tud csinálni, van-e esélye, és ha igen, hogyan javasoljátok? Van.
Minden január környékén kiírunk egy úgynevezett vendéglátós pályázatot, erre lehet jelentkezni. Abszolút hogy olyan fix feltételek vannak, tehát hogyha ezek a felkínált feltételek megfelelnek, akkor bele kell vágni, hogyha nem felelnek meg, akkor nem érdemes. Ezek tényleg ilyen kőbelősebb feltételek, de egy hotdog árus ez bármikor nyugodtan pályázhat. Most megsem az egyik fontos elem az, hogy mennyire szép a hotdogos tanja. Ez egyre fontosabb elem lesz, hiszen a kereskedelmi feltételek azok, hogy úgy nagyon adottak. Mások egy borospultra és mások egy hotdogosra, tehát ugye az, aki ételt árul, az nem árulhat alkoholos italt, tehát ez ketté van választva. Ezek a bárok és az ételes standok, ezek külön feltételrendszerben működnek, de meg kell nézni a pályázati kiírást, kicsit gondolkodni és bele lehet várni. Itt van például a Vándor cirkusz. Rengeteg mindent lehet kipróbálni, dobálni, labdákat, kalapokat, ügyességi játékok, és nekem a kedvenc részem, ahol ki lehet bérelni különböző zsonglőrös cuccokat, van egy olyan, azt hiszem Diabolónak hívják, én 15 évet csináltam utoljára, és még emlékeztem a trükkökre, de lehet itt sima ilyen babzsákokkal játszani, meg azokkal a pálcikákkal is, és meg el is mesélték nekünk azt, hogy miért csinálják ezt. A Vándorfalunál vagyunk éppen, a zsonglőr kölcsönzőnél, Garvával. Miért jöttök ki mindig? Léci, mondd el nekünk! Szeretnénk népszerűsíteni a zsonglőrködést, a Magyar Zsonglőr Egyesület színeiben vagyunk itt kint, és mindenkinek megtanítunk mindenféle zsonglőreszközt. Labda, buzogány, diaboló, ördögbolt, nagyjából ennyi van most velünk. Szűcs Gergő barátom a konferencia a 9 óra, a 7 órás programokon, és most megyek fel oda a toronyba, ott fogok kamerázni, mert ilyen pompon táncolás lesz, ilyenekkel. Nagyon izgalmas is. Shawn Mendest várják. Most elsőbb, hogy nekem mi volt a legdurvább élményem, amit szeretnék veletek megosztani, talán ti is át tudjátok élni, hogy be tudtam menni a nagyszínpad backstage-re, meg tudjátok, a nagyszínpaddal szemben van ez a magas torony, és onnan a special partiknak az egyikét, a pomponozást felvenni. Kiderült, hogy egyik haverom, Szűcs Gergő a konferencik. Gondoljatok bele, hogy több tízezer ember előtt hergeli a tömeget, felkonferálta például Shawn Mendest. Én meg ezt valahogy át tudtam élni, és felvettem pár jó bírollal. Most jöttünk ki, és fogunk beszélgetni Gergővel, hogy mi is ez. Na, milyen érzés volt fent? Ez már az, és ez miért is megy? Az nem megy, most csak itt, hogy... Jaj, figyelj, életem melója, életem élménye. 30 ezer ember előtt ugrálni, és arról beszélni, hogy én a szabadság, és szeressétek egymást, tehát, hogy az idealizmusomat... Igen, az idealizmusomat ez a cucc abszolút kiszolgálja egyébként, tehát, hogy a... Na jó, beszélgessünk el egy kicsit, csak picit más van. Jó. Na, ez egy fokkal kellemesebb és környék, itt vagyunk a sajtórészekben. Gergő, mi ez a special party, és hogy kerültél te egyáltalán ide? Nagyon durva, a special partynak az az alapgondolata, hogy a Sziget, amellett, hogy top 5 európai buli fesztivál, vállalja, hogy neki van komoly filozófiai üzenete, és ezek mellett szeretne tényleg aktívan kiállni. Idén láthattuk a Love Revolution-t, hogy ott benne van a logóban, évek óta megy az Island of Freedom, és a Special Partiknak egy része az arról szól, hogy gyakorlatilag olyan közös megmozdulást csináljunk valamilyen alapeszközzel, alapmozgással, alapüzenettel a nagy színpadnál, amiken keresztül fel tudjuk ezekre a dolgokra hívni a figyelmet. Tehát például első nap labda party volt, ami már önmagában is jól néz ki, nagyon fontos, hogy azért itt az is szempont, hogy média szempontból nagyon jól nézzen ki a cucc, tehát hogy szétláttad te is. A tömegnek pedig azért izgalmas, mert egyrészt egy újabb közösségi élmény, amiből kiveszi a részét, másrészt pedig ugye itt két nagy koncert között vagyunk, az a fél óra az eltelhet tököléssel is, de ehelyett van egy kipárnázott negyedórás, 20 perces rész, amikor tovább animáljuk őket. És még egy kérdés. Milyen volt Shawn Mendest felkonferálni 50 ezer embernek? Hát az valami hihetetlen, hogy egyébként tényleg a meló egy része
olyan szempontból könnyűnek tűnik, hogy csak a következő headlinert kimondom, és felrobbannak az emberek. A legfontosabbat nem mondtuk azt, hogy Shawn Mendes, meg több tízezer ember, de a Gergőnek is van vlogja, amit ide berakunk, és kövessétek be mindenféleképpen őt is. Köszi, srácok! Ezek voltak az én idei szigetes élményeim, igyekeztem megkeresni a legcoolabb kezdeményezéseket, kitelepüléseket és mutatni nektek egy ilyen kis érzésvilágot, hiszen nem lehet bemutatni a szigetet teljesen, és mindenkinek mást és mást jelent. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha most találkoztunk először, mindenféleképpen iratkozzatok fel, a csengőt is nyomjátok be, így nem maradtok le a következő epizódról, ami amúgy egy utazásos lesz, ha pedig végignéztétek, és látom azt a gyönyörű szép mosolyotokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következőben találkozunk. Sziasztok!